kutya kaparó. Kívül belül szomorú csárda ez a kutya kaparó, éhen szomjan szokott itt maradni a jámbor utazó. Mert eledelt nem kap, és hogyha csak rápillant Borára, megátkozza Noét, hogy szőlőt is vedd be a bárkába. A kis szobán hosszú, vékony asztal nyújtózkodik végig, feldöléstől erőtlen lábai már csak alig védik. Amíg hosszú az asztal, mellette olyan hosszú a pad. Közepe nem a sok ülés, hanem vénség miatt horpad. Átellenben az ágy. Réges-régen lehetett megvetve. Lefekülni beléje nem támad senkinek is kedve. Fejét egyik vállára bocsátá a pufók kemence, redők gyanán tisztes akhomloka meg van repedezve. Mogorva vénember itt a csaplár, szavát sem hallani, szájat ő csak azért tart, hogy legyen mivel ásítani. Ilyen a csaplár, a vén dömötör. Hát a felesége. Ez takaros menyecske lehetett annak idejébe, de az idő a szegény jóasszonyt megviselte rútul, noha 50-55 esztendőn még nem igen van túl. Bogjas, fakó haja beillenék repcepetrencének, és melléje mindjárt szörnyű képe madárjesztőnek. Ő sem igen beszél, s ha szól, száját szidalomra nyitja. Hogy a vármegye a betyárokat már mind kipusztítja, még mikor a világ ezeké volt, ha nem csordult, cseppent, de ezek hiával a kereset egészen megcsökkent. Oda benn a kutyakaparóban így forog a világ, így szomorún, s az ember vidámabb dolgot kívül se lát. Ablaka csak egy van, és annak is üveg, csak a fele, fele pedig ókalendárium kitépet levele. Pendelyes gyerek voltam még, mikor az az eső esett, mely falának kétharmad részéről levitte a meszet. S ami rajta imitt-amott maradt, az egészen sárga, s korommal írt furcsa figurákkal van telefirkálva. Pózna végén abroncs a cégére, ha véle összevesz a szellő, mint az akasztott ember oly búsan lengedez. Jószágból a csaplárnak nem jutott egyéb egy kuvasznál. A ház végén szundikál naphosszat, nem árt, nem is használ. És amilyen maga ez a csárda, olyan a vidéke, körülötte a homokbuckáknak se hossza, se vége. A mesztelen homokban alig teng egy-két gyalogbodza, mely fekete gyümölcsét nyaranként kedvetlenül hozza. A harang szó a távol falukból meghalni jár ide, s az eltévedt madár körülnéz csak, s odább megy izibe. Még a nap sem süt itt úgy, mint máshol, bágyattabb sugára, mintha szánakozva tekintene ez árva csárdára. A csárdától vagy száz lépésnyire, kopár dombtetőn fent, senki által meg nem látogatva, áll egy régi kőszent. Ennek is valaki egy kopott tarisznyát akasztott nyakába, mintha mondta volna, menj Isten hírével, mit állsz itt hiába? Thank you.